Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Tavaszi Juditot és Karika Rudolfot, mindketten az Ajkai Iron Bird együttes tagjai, akik egy jótékonysági koncertről fognak nekünk beszámolni most. Jótékonyság az kinek, minek a javára? Először is ezt, ha lennének szívesek elmondani. Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves nézőket. Egy rock koncertet fogunk tartani október 22-én. Az Ajka Kórház javára fogjuk ezt megtartani. Abból az apropóból, hogy a nyáron meghívásra koncerteztünk Felvidéken, és ott a helyi zenekarokkal ugye illik ilyenkor visszahívni őket, és már akkor felvetődött ennek a lehetősége, vagy ennek a gondolata, hogy szeretnék meg visszahívni őket. Na most az, hogy rockkoncert visszahívás, az rendben van, nem épp pont a kórház javára megy ez. Igen. A kórház általában mindig nehéz helyzetben van. Ugye ez a rock zenekaroktól úgymond ez egy kicsit távol esik, tehát nem mindennapos. Ezért is kérdeztem, ugye nem passzol egészen össze. Nem mindennapos dolog ez, sőt azt lehet mondani, hogy talán ajkai viszonylatban ez most lesz az első, hogy ilyet szervezünk. Igazából csak úgy jött ez a gondolat, azt szeretnénk, hogy végre a zenekarok, a rock zenekarok is meg tudják mutatni ezt az oldalukat, hogy tudnak ilyen jótékonyságú koncertet szervezni. Tehát tudnak jótékonykodni is, ugye ez lesz a cél, és mégpedig egy nemes cél ugye a kórház részére. Ki mindenki fog fellépni ezen a koncerten? Rajtunk kívül senki nem ajkai. Igazából azokat a zenekarokat hívtuk meg, ahogy a Rudi is mondta, ez nem tervezett volt először. Tehát olyan zenekarokat hívtunk, akikkel mindig jól sikerült az együttműködés, mind zeneileg, mind emberileg közel állnak hozzánk. És hát így esett a választás ugye a felvidéki Ayers Rockra, a szintén felvidéki Komáromi Kerecsen zenekarra, és a Mosonmagyaróvári Red Visionre. Ez a Kerecsen egy kicsit nekem egy ilyen magyar beütés sugal, nem tudom, hogy a rocknak melyik ágába tartoznak ezek a zenekarok. Gondolok itt ugye a nemzeti rockra például a Kerecsen kapcsán, nem tudom, hogy jól gondolom-e. Annyira nemzeti rocknak nem nevezném őket, népdal beütésű, népzenei beütésű zenét játszanak. De akkor mégiscsak van egy kis kötődés. Valamennyi van, igen, és hát ők ugye felvidéki magyarok. És ezeket a motivumokat elég erősen megjelenítik a zenéjükben is. És a többi zenekar, akit még említett? Az Ayers Rock szintén felvidéki magyarokból áll össze. Igazából ők egy szimpla rock zenét játszanak. Valamennyire őnáluk is megjelenik ez a, nemzeti motivumok, főleg szövegben. Hát azt hiszem felvidékeknél óhatatlan, talán így is mondhatnám, hogy ez beszűrődjön. Együtt jár velük. És akkor még nem beszéltünk egy zenekarról, a Red Visionről, róluk mit lehet tudni? Igen, ők egy mosonmagyaróvári rockzenekar, és őnekik is, ahogy a másik két zenekarnak, már jött ki nagy lemezük, tehát ők már némileg előbbre tartanak, mint mi. A Red Vision a napokban jelent meg egyébként, ők rockzenét játszanak, saját számokkal jönnek, egy-két feldolgozás lesz benne. Ők talán egy picit jobban elütnek tőlünk. Jótékonysági koncertről beszélünk. Nyilván, hogy itt különböző támogatásokat, felajánlásokat lehet tenni. A plakáton lehet látni egy számlaszámot is, ugye, amit majd a nézőknek is meg tudom mutatni. Oda lehet, gondolom, felajánlásokat küldeni, illetve lesz-e belépődíj, vagy hogyan, miként lehet még hozzájárulni? Igen, a koncert ideje alatt ki fogjuk plakátolni a számlaszámot, tehát akinek szándékába áll segíteni ezt a jótékonysági rendezvényt, az megteheti akár a koncert ideje alatt is, vagy azt megelőzően is, hiszen a plakáton szerepel a számlaszám, és ebből kifolyólag én nagyon-nagyon remélem, hogy minél többen el fognak jönni erre a rendezvényünkre. Igazából egy 500 jegyet rendeltünk, de meg lennénk elégedve, hogyha legalább egy 200-250-en. Tehát akkor lesz jegy, lesz belépő, amit jótékonysági célra fordítanak? Igen.
a belépőnek az ára az egységesen 1000 forint lesz. És plusz ezen kívül lehet még ugye a számla számra. Igen, természetesen, vagy aki nem tud eljönni, az utalhat is. Ezzel most egy kicsit inkább arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az emberek egy kicsit odafigyeljenek a kórházra, egészségügyre, és itt ugye a mi esetünkben az Ajkai Kórház volt kézenfekvő. És nyilván az önök eszközeivel ezt meg tudják tenni, és megteszik, ami szerintem egy nagyon szép cél. Igen. Még egy gondolat szerkesztő, hogyha megengedi. Ezt szeretnénk, hogyha hagyományőrzéssel rendeznék meg. Most idén, ahogy említettük korábban a beszélgetésünk elején, hogy ez most először kerül megrendezésre, de jövő évben ugyanúgy szeretnénk ezt megcsinálni, kiszélesíteni, akár több zenekart is szeretnénk meghívni. Tehát azt szeretnénk, hogy tényleg egy szép hagyomány lenne ebből. És akkor még egyszer a pontos időpontot, helyszínt mondjuk el. 2017. október 22-e, 8 órától lép fel az első zenekar, és hát még egyszer mindenkit szeretettel várunk. Hol is? A Ajka kaszinóban. A Ajkai kaszinó épületében, ezért azt még mondjuk. Hát akkor sok sikert kívánok ehhez mindannyiuknak, és köszönjük szépen. Mi is köszönjük.